A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Köszöntök mindenkit! A Fertővidéki Süttörön a fejlett gazdasággal rendelkező Varga családháza a Gazdák utcájában állt. Az ő életükben nyerhetünk betekintést a Süttöri lakóháznak köszönhetően. A Süttöri lakóház éves tornáca is a jó módról árulkodott. A tornác első tagját a többi házhoz képest kijebb. Az utca kanyarulatába építették, a Fertőtó mellékén jellegzetes fűrészfogas telekrendezésnek megfelelően. Nagyjából alföldi típusú lakóház, középső konyha helységét átépítik. A maga az épület is viszonylag későn 1907-ben épül, így egy nagyon késői állapotot mutat be. Ez az áttépült konyha, ez a kombinátot mutatja, amikor már füstmentes konyhánk van, és a kombinátban a kenyérsütéstől, a füstölésen keresztül, a katlanon, illetve a takaréktűzhelyen át minden egy tüzelőberendezésben kap helyet. A ház több szakaszban épült, 1825-ben a hátsó szoba és kamra, 1890 körül pedig az első szoba épült, valamint a konyha tornáccal. Az első szoba oldalablakából az utca egész vonalát be lehetett látni, aminek a falu vigyázása a tűzesetek megelőzése miatt volt jelentősége. A 18-19. Század során elég gyakoriak voltak sajnos a településen a tűzesetek, a tűzkárok. Éppen ezért a 19. század második felétől, hogyha a új tető került a házra, akkor már cserépfedést alkalmaztak, így a nálunk látható süttöri lakóház is már cseréppel tekinthető meg itt a múzeumban. Illetve szintén a tűzkárok megelőzését szolgálja, hogy a ház oromzatán egy kis fali fülkében Szent Flórián szobra áll, hiszen ő a tüzek és tűzeseteknek a védőszentje. A nagyszülők a hátsó szobában laktak, a szülők és gyermekeik pedig az első szobában. Ez a szoba volt az első sík mennyezetes, úgynevezett plafonyos szoba a faluban. A fényezett bútorok kemény fából készültek, polgárosult ízlés szerint. Egyben rakott tűzhely, sparháltal, tehát főzésre is alkalmas, kemence is, sőt még egy beépített vízforraló is található rajta. Azért nagyon különleges ez a tüzelőberendezés, ez a konyhai eszköz, mert 1914-ben, amikor modernizálta a Varga család a konyháját, akkor építette át az eredetileg középen található szabadkéményes kemencét, egy ilyen sarokra fordított és zárt légterű mászókéményes kemencévé. A több szakaszban épült süttöri lakóházat, a Varga család otthonát a 20. századi állapotában láthatjuk. Az időutazás során betekintést nyerhetünk a kor Fertőtóvidéki építészeti hagyományaiba is. A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.